Felnőtt korba lépett tavaly az Aqua Ese 18. születésnapját ünnepelte az egyesület. Az úszásoktatásban résztvevőket, a vízilabdázókat és a hobbiúszókat számolva mintegy 250-en mondhatják magukat akvásnak. Bár ősszel akadtak nehézségek az edzésekkel és a meccsekkel, egy hónapra újfehértői albéletbe kényszerültek, az egyesület elnöke elégedetten tekint vissza az elmúlt évre. A legfontosabb az, hogy az új létesítményben, a városi úszodában tudunk edzeni mai napig, és jó hír az, hogy januártól folyamatosan is tudunk majd edzéseket tartani, és a bajnokságokat is meg tudjuk majd tartani. Emellett fontos kiemelnem azt, hogy nagyon sok gyerek van az Aqua Sport Egyesületnek az edzésein, és ideigazolva. Nagyon jó látni azokat a gyerekeket, akik első alkalommal csak úszás oktatásra, képzésekre jönnek, és majd a medence környezetében, illetve abban a közegben maradnak, ami igazán megtetszik nekik, és folytatják a vízilabdával. Nagyon fontos volt az, hogy a nyáron az utánpótlás képzés irányába a példaképek közelről programot tudtuk még erősíteni, és olyan nagy neveket tudtunk lehozni, akik válogatott, vagy olyan nagy eredményekkel rendelkeztek, mint Nagy Viktor, Keszthelyi Nagy Rita. Az Aqua Ese három korosztályos csapata, a gyermek, a serdülő és az ifjúsági együttes szerepel az országos bajnokságban. Az országos bajnokság ugye a legmagasabb, amiben mi részt veszünk gyermek, serdülő és ifjúsági vonalon egyaránt, és ott egy jó közepes szinten szerepelnek a gyerekek. Van hova fejlődnünk, ez volt mindig is a cél, hogy ne álljunk meg, és ne egy helybe toporogjunk. Nagyon nehéz azzal szembesülnünk, hogy sok gyereket eligazolnak nagyobb klubok, mint hogy az idén a nyár végét követően a lányoknál is két ilyen igazolás történt. Urbin Zsóf és a Potol Petra személyében Egerbe folytatták a pályafutásukat, de büszkén olvassuk, hogy válogatott kerettag U14 és U15-ben mind a két lányzó. Emellett szakembereink is megfelelő munkát végeztek, minden szinten ki vagyunk segítve, értem ez alatt nem csak az úszás oktatás és a vízilabda képzésnek a szakmai munkáját, hanem az erőnléti edzőket, vagy edzőt és azokat a mentál higiénás háttér, amit a Rudik Mékes már Ágnes is ellát. Az Aqua Ese az elmúlt nyáron több tábort is tartott, mint egy 500 gyerek részvételével. Közülük körülbelül 50-en maradtak ősszel is az uszodában. Nekünk az a legfontosabb, hogy nagy tömegbázist építsünk. Évek óta ez a nagy feladatunk, hogy nagyon nagy tömeggel rendelkezzünk, mert én azt hiszem, hogy a tömegből kerülnek ki azok a tehetségek, azok a gyerekek, akikre majd később lehet számítani. Az első és legfontosabb az, hogy jól érezzék magukat, egy nagyon nagy családot alkotunk ezáltal, és utána majd azokat a speciális képzéseket majd azok a gyerekek akár egyéni képzésben megkapják majd. Mint az elnök elmondta, 2023-ban az a legfőbb céljuk, hogy versenyzőiket megtartsák. Az országos bajnokságban szereplő csapatoknál az előrelépés a cél, és folytatódik majd a példaképek közelről sorozat is.